A bukovinai székelység a Madévfalvi veszetelem után 1764-ben jött létre, amikor a megtorlások elől Erdélyből menekültek Moldvába, majd onnan Bukovinába. 1941-ben a magyar kormány hazatelepítette a bukovinai székelyeket, és ennek a folyamatnak a legfőbb szószólója volt Németh Kálmán. Az ő emlékére emelt kopjafát a népcsoport a Bonyhádi Székely Parkban. A bukovinai székelység az egyik olyan magyar népcsoport, amelyet talán legtöbbször telepítettek át az egyik tájról a másikra, és ahogy a népdalban is hallhattuk, Fábián Évától sehol sem volt maradásunk. Mindvégig úgy ültünk egy-egy földön, hogy bármikor azt gondoltuk, hogy tovább kell onnan menni. Emlékezett meg a történésekről Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki kiemelte, ma ez már történelem, hiszen a népcsoport hazát talált magának Magyarországon, és őrzi ősei kultúráját. A bukovinai székek soha nem adták fel a vallásukat, nem adták fel a nemzetiségüket, ragaszkodtak az identitásukhoz, és ezt a ragaszkodást ismerte el 1941-ben a magyar kormány azzal, hogy az egész népcsoportot visszatelepítették Magyarországra. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke azt mondta, a fő feladat ma már azoknak az elemeknek a továbbadása, melyek jellemzik a bukovinai székelységet, és amelyek összetartják a népcsoport tagjait. Azokat az értékeinket élő személyeken keresztül próbáljuk mintaként bemutatni, akikre úgy gondolom, hogy felnézhetünk, és a következő nemzetek is felnézhet. A nap további részében ünnepség keretében adják majd át a Sebestyén Ádám díjat, melyet ebben az esztendőben Fábián Éva népdalénekes érdemelt ki.